Én szervezője voltam egy iskolának, és befizetni való pénzt hagytam el. Illetve hát nem elhagytam, valószínű, hogy kivették a zsebemből, vagy a táskámból. Milyen összeg volt ez? 300 ezer forint. Hogy adta meg az első 300 ezer forintos adósságát? Azt mondtam, hogy van egy jó biznisz, szálljanak be. 30%-os haszon van rajta. Úgy kért kölcsön pénzt, hogy meg is adta 300 ezeret plusz befektetésre is. Nem, annyit, hogy megadjam a 300 ezret. Nem történtek meg a vállalkozások, mert nem is volt rá pénzem, meg egyszerűen nem is kezdtem neki. Nem mertem az ismeretségi körben elviselni azt, hogy hibáztam és bajt csináltam. Hát És hogy. összeomlott volna a nimbusz, Igen. a családanya, a kiváló Igen. Igen. pedagógus. Igen. Ugye az egyik részét az pszichológiai szempontból tökéletesen értjük. Olyan esemény történt, amit nem lehet bevallani, amit nem lehet fölvállalni, mert vagy a család sérül, vagy az a személyi imás sérül, ami az övé volt, kell valami harmadik utat találni, és nincs törvényes út. Ugye ez az anómiának a legtisztább esete. Valamit meg akarok oldani, és erre törvényes lehetőségem nincs. Ezt a részét értjük. De egy pedagógus nő fejéből kipattan teljes fegyverzetben a gondolat, hogy nem elkezdek kölcsön kérni, nem elmegyek az ismerősökhöz és bevallom azt, hogy hát rettenetes dolog történt, ellopták a pénzt, és ezt valahogy vissza kell tennem. Nem ez történik, hanem minden szünet nélkül, minden gondolkodás nélkül előáll egy ötlettel, hogy egy nagy üzleti lehetőséget, nem létező üzleti lehetőséget tár a barátai elé, az ismerős elé, és megveszi a pénzt. Ahhoz, hogy ez a gondolat megszülessen, ehhez már a rendszerváltás kellett. Az, hogy levegőben vannak az üzleti lehetőségek, valódiak vagy nem valódiak, hogy pénz van az embereknél, rá lehet őket venni, hogy ezt befektessék, és ezt érdemes végig gondolni.